Játékos kis mondókával hangolódtak a konferencia Cseppet sem könnyű témájára a bölcsődei dolgozók a Városháza Eszter termében. Megérzem és megértem, enyém vagyok egészen. Minden gyermek kicsi kincs, ezzel a címmel jelent meg nemrég Gyurkó Szilvia gyermekjogi szakember könyve, amely szülőket tanít arra, hogyan óvhatják gyermekük biztonságát, a gyerekekben pedig tudatosítja az úgynevezett bugyi szabályt, és segíti az egészséges testkép kialakulását. Az oktatás és érzékenyítés volt a konferencia célja. A kisgyermeknevelők vegyék észre a bántalmazás jeleit, és figyeljenek a saját viselkedésükre is, mert akár egy rutinszerű mozdulat, szó vagy hangsúly is akaratlanul okozhat negatív élményt a gondjaikra bízott kicsiknek. Úgy gondoltuk, hogy erre nagy szükség van a szakmánkban, hiszen egyre bővül intézményhálózatunk is, egyre több dolgozónk, szakdolgozónk van, és hogy ugyanazt értsük, egy nyelvet beszéljük, ugyanúgy gondolkodjunk erről a gyermekbántalmazásról, és hát mivel intézményünkben dolgozó kisgyermeknevelőknek jelzési kötelezettsége van, ők is tisztában legyenek vele, és tudják, hogy mikor jelezzenek, és hogy ebbe tudjanak határozottan fellépni, hogyha szükséges, és hogy ne legyenek sem túlkapások, sem pedig úgymond ismerethiányból fakadó úgymond eltussolások. A 3 év alattiak jellemzően sírással vagy csendes szorongással fejezik ki rossz érzéseiket, de emellett egy sor gyanús tünet utalhat arra, hogy a gyermek bántalmazást szenved el. Ezeket kell megtanulni, felismerni és megtenni a megfelelő lépéseket. Gyurkó Szilvia előadásában megdöbbentő példákat sorolt a praxisából, és a megelőzés fontosságát hangsúlyozta. Az alvászavarok, az evészavarok, a megváltozott viselkedés, a szomorúság, befele fordulás, egy zárkózott gyerek ilyen nagyon kitárókozó lesz, az extrovertált gyerek hirtelen visszahúzódó lesz, rejtegeti a testrészeit, húzogatja a ruháját, rágja a haját, rágja a körmét, tehát a szorongásokkal összefüggő tünetek. Ezek mind állhatnak csak kapcsolatban bántalmazással, de sok esetben jelezhetik azt, hogy egész egyszerűen csak egy krízis helyzetben van a gyerek, mert mondjuk a szülei válnak, vagy más város költözött, vagy új osztálytársam, vagy új tanárt kapott. Szóval érdemes nyitott szemmel járni, a legtöbbet azok tehetik, akik a legjobban ismerik a gyereket, és amikor ilyen tünetekkel szembesülünk, akkor jó nem kizárni annak a lehetőségét, hogy itt bántalmazás is lehet a háttérben. Tapasztalata szerint a gyerekekkel dolgozó szakemberek érzékenyek a bántalmazás témájára. Sokszor nem az a kérdés, hogy észreveszik-e a jeleket, hanem hogy mit kezdenek ezzel, és hogyan kezelik a saját következményektől való félelmeiket. Igyekezett megerősíteni a hallgatóságot abban, hogy sokkal többet tehetnek, mint gondolnák. A második előadásban Péter Anita, a bölcsődei intézményhálózat gyermekvédelmi felelőse, a gyermekjólét biztosításáról beszélt a fenntarthatóság jegyében.